káposztított, megtörölgette a bicskáját, azt mondja, na jó van, menjek haza, s ebédelek. Házi asszony úgy búcsúztatta, tudja mit, Gergébá? Máskor folyjon otthon, s ebédelek, Fazekas Lázár székely anekdotákat mesél a közönségnek. Többek között ő is tagja az Aliszka Amatőr Art művészeti baráti körnek. Fazekas Lázár nem csak a székely meséivel színesíti a művészeti társaság palettáját, hanem fafaragásaival, illetve szarvasmarha szarvából készült bikahívó kürtjeivel is. A kiállításra egy embernagyságú fából faragott medvét hozott. Maci egy gesztenyefából készült, a lengyeli óvodába voltak nagyon öreg fák, még grófi időből maradtak meg, és hát sajnos kiöregedtek a fák, veszélyeztették volna a gyerekeket, ott játszanak alatt, ahol mukozók ott vannak, ott voltak a nagy fák alatt, kivágták a fákat, és nem akartam, hogy az enyészeté legyen ez az egész, és akkor megkértem a polgármestert, hogy adjon nekem belőle, és akkor faragtam Macit, illetve hát két Macit, párba vannak, meg egy kicsit is, és a falunak faragtam egy betlehemes garnitúrát. Embernagyságúak, úgyhogy marad valami az utókornak ezekből a fákból. A fa és csontfaragás mellett szívesen mesél székely anekdotákat is közönség előtt. Kicsi gyermekkorom óta szerettem hallgatni, illetve mondogatni is az anekdotákat. Nagybátyáimtól, nagynénémtől hallottam először, aztán elkezdtem gyűjtögetni, és később előadtam nagy közönség előtt is. Aztán 86-ban akkor volt egy országos verseny, ahol első helyezett lettem, aztán ez nagyon nagy lendületet adott. Később a feleségem benevezett egy Ki mit tudra, illetve kettőre is. Több mint 10 000 emberből ott voltam az első között, és hát ez nagyon nagy lendületet adott, mert látom, hogy tetszik az embereknek, én nekem meg tetszik az, hogy vidíthatom, mert ha valakit kacagtatok, azt gyógyítom is, úgy gondolom. Rotkai Zsuzsanna, az Aliszka Amatőr Art Egyesület művészeti vezetője kiemelten fontosnak tartja ennek a kiállításnak a létrejöttét, hiszen a Covid miatt évek óta nem volt lehetőségük bemutatni a műveiket. Ő is számos alkotásával színesítette a tárlatot. Személy szerint én fafaragásokat, illetve pirográfiával foglalkozom az elmúlt évben, és ez a nagy szerelem nekem, úgyhogy főképpen pirográfiai alkotásokat hoztam. De hoztam részdomborítást és egy-két régebbi művemet is. Aliszka Amatőr Art művészeti baráti kör 2010-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja azokat, akik bármilyen művészeti alkotást létrehoznak. A társaság tagjai között megtalálhatóak szobrászok, festők, tárgykészítők, de régészek is, sőt lehetőséget adnak előadó művészeknek is arra, hogy bemutathassák a közönségnek tehetségüket. Az volt a fő szempontja a csoportnak, hogy ne csak az átlagos festői csoportok jöjjenek össze, hanem minden részét fölölelje a művészetnek. Tehát igaziból az Aliszka dalkörrel kiegészítettük a csapatunkat, és a művészeti dolgokon kívül költészettel, festészet, költészet és a zene az, ami általában összejön a kiállításainkon. A kiállítóink rendkívül sokszínűek, hiszen a bőr, a fa, az üveg, a gravírozás, a pirográfiai technikák, a festés, a szobrászat, minden előfordul a dolgainkban. Nevünk szerint amatőrök vagyunk, de abszolút jó értelemben kell ezt a szót használnunk. De gyakorlatilag egyik tagunkat most a Magyar Tudományos Akadémia most avatta a tagjává.
hát képzett képzőművészek vannak, de vannak köztünk kisgyerekek is. Balogh László azt is hozzátette, fontosnak tartják a tehetséges emberek felfedezését, képzését, amennyiben van rá igény. Kiemelten fontosnak gondolják azt is, hogy az amatőr előadó művészek a szervezeten keresztül kapjanak lehetőséget a bemutatkozásra, szereplésre.